A 23. Gastro Blues Fesztivál 2015. július 3. és 5. között került megrendezésre. A fesztivál legnagyobb érdeklődéssel kísért eseménye a pályafutása csúcsán lévő Bad Heart koncertje volt. Más-más ok miatt kedvelem a különböző koncerthelyeket. Szeretem a rockklubokat, az emberek izzadnak, mindenki hangos, iszik, és ez jó szórakozás. Szeretem a színházat, ez egy más típus, az emberek ülnek, egészen más típusú a dalösszeállítás, kicsit művészesebbek, lágyabbak lehetünk. Kipróbálhatunk ezt-azt. A fesztiválok az energiáról szólnak, amit végig meg kell tartani. A közönséget be kell vonni, amennyire csak lehet. Szóval mindegyiket más ok miatt szeretem. Yeah, I'm totally waiting for it. Várom már, hogy Pakson koncertezünk. Különleges lesz számomra elmenni egy új országba, és először játszani ott. Megpróbáljuk felvenni a közönséggel a kapcsolatot. Remélhetőleg az interneten megírják, mik a kedvenc számaik, így, ha oda megyünk, tudni fogjuk, milyen műsort állítsunk össze nekik. Végül is olyan koncertet szeretnénk adni, amit az ottaniak szeretnének hallani. Szóval nagyon klassz lesz első alkalommal fellépni valahol. Fantasztikus a zenekarom. Melegszívű, gyakorlatias emberek. Nagyon tehetségesek, és remekül játszanak a hangszerükön, de van valami, ami még fontosabb nekem. Van bennük egy nagyszerű tudatosság, hogy mennyire szerencsések, nem csak azért, mert zenélhetnek, hanem azért is, mert egy csapatot alkotnak, aminek a tagjai szeretik egymást, és figyelnek egymásra. És persze együtt utaznak a világban, és fellépnek mindenfelé. Ezt ők soha nem felejtik el, és mindig hálásak ezért. Nincsenek elvárásaik, hanem tudnak örülni annak, amikor a lehetőséget megkapják. És számomra ez a legfontosabb, még annál is lényegesebb, hogy valaki mennyire jól zenél, vagy mennyire szépen énekel. Meg vagyok győződve arról, hogy amikor a közönség megérkezik, nem arra figyel, hogy az egyes részei a koncertnek mennyire tökéletesek, hanem csak arra vágynak, hogy vidámnak és örömtelinek lássanak minket, és ebből energiát meríthessenek. Azt hiszem, én ezért vagyok a leghálásabb, hogy az én embereim és zenészeim ilyen felfogásban dolgoznak. Ez igazán csodás. Ők a családom. I'm just really excited to come, and izgatottan várom már a Paksi fellépést, és remélem, hogy szeretni fognak bennünket. Remélem, hogy nagyon jó koncertet tudunk majd itt adni. Szeretném, ha a Facebookon tudatnák, mely dalokat szeretnék leginkább hallani. Úgy fogjuk szervezni a műsort. Ez remek lenne. Köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. A finn énekesnő Ina Forsman egyedi stílusa frissességgel töltötte meg az ismert blues standardeket, melyeket Hal Stahlqvist szájharmonikás zenekarával adott elő.
I started singing probably when I was 4 years old, and I think my career started. 4 éves korom óta énekelek, a karrierem 17 éves koromban kezdődött, amikor egy tévés műsorban szerepeltem, egy akusztikus bandával adtam néhány koncertet. Ekkor hívott fel a zenekar vezetője, hogy énekeljek velük bluesdalokat, azóta vagyok a zenekar tagja. A 60-as, 70-es évek zenéjét hallgatom, általában régi bluesdalokat, a mai repertoárban 2 saját számomat is elénekeltem a feldolgozások mellett. Well, I think I've been in amazing festivals and gigs, and I think the one thing that's now really amazing for me that I nagyon jól érzem magam a fesztiválon, még nem jártam Magyarországon. Szeretek külföldön turnézni, Európa több országában felléptem már, de csak néhány napos fesztiválokon. Idén már volt egy 2 hetes turném Hollandiába, Németországba, Belgiumba. Szerencsésnek érzem magam, hogy sokat utazhatok. Ezután a hónap után lecsendesülnek a dolgok körülöttem, és készülünk a következő, azaz a második lemezünk kiadására, mely január környékén lesz esedékes. Nagyon élveztem a mai napot, ezt a szabadtéri koncertet, mert nagyon szép az idő, a csarnokbeli fellépést pedig azért, mert hatalmas volt a tömeg. Örülök, hogy munka kapcsán kerültem ide, így még jobb volt, mint turistaként. Most vagyok itt először Magyarországon. No, this was my first time in Hungary, so it's always nice to go into a new country, and instead of being a tourist, I actually get to go to work there, so it's nice. It was my first time in Hungary, yeah. Thank you. Karl Verheyen gitáros nevét a nagy közönség 1985-ben ismerte meg, amikor belépett a Supertramp együttesbe, Roger Hodgson helyére, és a zenekar amerikai, valamint európai turnéján végig ő gitározott. A turnék hatására Los Angeles egyik legkeresettebb stúdiógitárosa lett, és azóta szólóban, majd zenekarával készíti színvonalas albumait. Gitárjátékás Steve Morse és Alan Holdsworth játékához, stílusát a Toto zenekar tiszta stílusához szokták hasonlítani. I can't really decide because I love to play blues and jazz and country and rock. And bluegrass and country rock and classical, I like it all. And I've been a studio musician for many years, so I played every style, you know, in the studios. And that all informs my own music too, so. Let me think, I mean, I love the opening blues tune called yes. Taylor's Blues, and the song called Julieta and the Saint George. My grandmother was named Julieta, which is a Mexican name. Julieta yeah. Ortiz was her name. Yeah. And she gave me my first guitar on my 11th birthday, which was called a Saint George. It was like $30, you know, very, very cheap. And that was my first guitar, so I said, Julieta and the Saint George is a little tribute to her. She's been dead for 30 years or 30, 40 years, but you know, it felt really good to give her that little recognition. It was because I was going to make an all instrumental record. I was going to make a guitar only record. And at some point my fans were hearing us play Bloody Well Right, the Supertramp song. And they said, you got to put that on the album. You got to put it. And I go, no, it's not that kind of an album. And then I said, okay, I'll do it. So at the last minute, we recorded that and said, let's put it on there. So, and the leader of Supertramp, Rick Davies, he showed up one night in a club we were playing in Los Angeles. Great, big, huge place. And he walked up to the stage. And he lives in New York, the opposite side of the country. And he walked up on stage and said, nice one, Carl. He walked up to the front of the stage and I went, what are you doing here? And I was shocked. I go, well, if he liked it, then I guess I can record it. I hope that my music expresses the joy that I have for just playing it and hearing the sound of those notes in the air. You know what I mean? I love to practice. And I'm a guy that wakes up in the morning and practices every day. And I think I find, you know, my center as a person
when I can get those hours in playing my instrument and just feeling good about myself, you know. About, yeah, yeah. So I hope that comes across in the music. So. Martin Barré gitáros korábban már járt a Gastro Blues Fesztiválon a Jethro Tull együttes tagjaként. Ezúttal saját zenekarával érkezett, és blues standardek mellett természetesen néhány Jethro Tull darabot is játszott. I don't listen to other people because essentially I don't like anybody. Or I like maybe six people, musicians and their music. Six people that I think are great, fantastic musicians or songwriters. But guitar players, there's many, many fantastic guitar players, but I don't really want to listen to them. I mean, I listen and appreciate what they do, but I want to be my own person. And since I was a very young person, I was always very solitary and very single-minded. I just wanted to do what I wanted to do. And I've just been that way. You could say I'm obstinate. I don't know if you understand the word obstinate. It just means that whatever people tell me, I'm just going to do what I want to do anyway. Many big guitar players were wanted the job. Mick Taylor, or Tony Iommi. I can't, but many guitar players. It was a great gig for a guitar player. It was, well, how it happened, I don't know. I just felt, for me, because I played flute and I loved the blues, but I didn't like the blues that's normal. I like the blues that is a bit different, a bit more complicated. So Jethro Tull were playing the music that in my head I'd always wanted to play. So for me, it was made for me in my mind. So that's what I followed, my instinct. I play every day to keep my fingers loose, but I think beyond that, and I try and be healthy. I try and eat, you know, lots of fish, vegetables, and I run and I play tennis, and I try to be healthy, but I would do that anyway. It's not because I'm a musician, and I'm just grateful that I can still play. And I really dread the day when this finger doesn't work and the rest of me is okay, but this finger, I go, come on, what's the, you know, and then it's beyond my control. I'll play to the day that I physically cannot play. And I don't want to be a guitarist that gets slower and slower. I think at that point I would stop, because I know many musicians who their career goes on beyond their high point, and I think it's a mistake. Maybe I'll make the mistake as well, but I hope not. A 22. Gastro Blues Fesztivál 2014. július 4-e és 6-a között került megrendezésre, 4 helyszín, 40 koncert szlogennel. A húzó nevek közül a The Magic of Santana Projectet 2010 elején a német Gerd Schlüter gitáros alapította meg 3 társával. Később még 4-en csatlakoztak hozzájuk. A hitelesen hangzó zene érdekében a The Magic of Santana csapat tartotta magát a lehetőségek szerint az eredeti hangszerekhez és az erősítő technikához. Első fellépéseik után jó kapcsolatot alakítottak ki a Santana zenekar tagjaival, így Paxra már 2 Santana zenésszel, Alex Ligertwood énekessel és Raul Rekord gongással érkeztek. A Ford Blues Band egy muzikus családból származó 3 fivér, Patrick, Robben és Mark alkotta formációként indult.
Még az 1960-as évek végén tinédzserként alapították meg zenekarukat, amely először apjuk nevét Charles Ford Band viselte. Időközben a gitáros Robben önálló pályára lépett, így fesztiválunkon a dobos Patrick és a szájharmonikás Mark volt itt a német származású Volker Striffler gitárossal. A brit Chantal McGregor 3 éves korától gitározott, előtt persze egy kisméretű akusztikus hangszeren. 14 éves volt, amikor az egyik nagyobb lemezkiadó alkalmazottja mondta neki, hogy nagyszerű az énekhangod, de a lányok nem így gitároznak. A British Blues Awards évenkénti szavazásán 2011-ben az év fiatal előadója, 2012-ben a legjobb női énekes, és 2013-ban az év gitárosa, valamint ismét a legjobb női énekes díjat nyerte el. A holland Julián Sas visszatérő vendége volt fesztiválunknak. Gitárjátéka, éneke és barátságos, szimpatikus személye már az első alkalommal elvarázsolta a közönséget. Basszusgitárosa Tenita Hamata szintén nagyszerű zenész, és mellesleg rokona az Ajax Amsterdam labdarúgó csapat egykori kiváló csatárán. A hazai előadókat többek mellett Deák Gyula, Ferenci György és a Raska Jam, valamint az Egyesült Államokba költözött Little G. Weevil, azaz Szűcs Gábor képviselte. Ferenci Gyuriék Pál István szalonna társaságában az Evangélikus templomban is felléptek.